több mint 3 milliárdos beruházás, második gyártóüzemét építi a Marcek csoport. Beszámolók, közösségi közlekedés, áprilisi soros ülését tartotta a Békéscsabai közgyűlés. A főtéren szólt a felicitá, a bajnok BRS-ét köszöntötték a szurkolók. Jó estét kívánok, Önök a Hét.tv híradóját látják. A Marcek csoport második gyártóüzemének építését kezdte el Békéscsabán tavaly ősszel. Az osztrák tulajdonosi háttérrel rendelkező nyomdaipari csomagolóipari M Flexilo Kft. 3,3 milliárd forintból épít csomagolóanyaggyárat és logisztikai központot Békéscsabán. Így nézett ki az északi ipartelepen elkezdett építkezés valamivel több mint fél éve, amikor lerakták az alapkövet. Most pedig már ezek a képek fogadják a helyszínre látogatókat. A jelenlegi beruházás, amely 80%-ban már elkészült, két részből áll. Egy logisztikai és egy úgynevezett flexibilis csomagolóanyaggyártással foglalkozó központból. Ide fogjuk betenni a festékes tartályokat, innen szivattyúkkal felszívjuk a központi tartályba, és onnan fogjuk belőni a nyomógéphez. A szakemberek elmondták, 4 nagy teljesítményű nyomógépet tud majd kiszolgálni ez a műszaki állomás. A gyártósort már letesztelték, és a próbaüzem is megvolt. Ez a gép 3,5 millió négyzetméter kapacitással rendelkezik havonta. A flexibilis fóliára nyomtatott csomagolóanyaggyártásnak a nyomdaipari szakemberek szerint egyre erősebb a piaca Európában. Alapvetően 4 színe dolgozunk. Ez a gép 8 színes, ez azt jelenti, hogy a csomagolóanyagoknál nagyon fontos, hogy a fogyasztó megismerje a márkaszint. Tehát a 4 alapszínen kívül, ami mondjuk egy gyümölcs vagy bármi kijön belőle. A cég ügyvezetője elmondta, a piac legkülönfélébb igényeit is ki tudja szolgálni a vállalat a speciális csomagolóanyagokkal. Kása István hozzátette, a jövőben a külföldi piacokat célozzák meg. Nem Magyarország lesz a fő piacunk, körülbelül egy 30%-os magyar értékesítésre számítunk. Mi inkább a költség előnyünket, illetve a gyártási költségeinknek az előnyét szeretnénk a nyugati piacokon használni a bővülésre. Ez azt jelenti, hogy ott egy jóval nagyobb merítés van, tehát jóval nagyobb lehetőségeink is lesznek, nem kell olyan komoly és kemény árharcokba belemenni. Ezzel az új épülettel pedig fedezhető a Marzec NER Packaging Kft. És az új M Flexilo Kft. Raktározási igénye. Az épületrész megépítése berendezésekkel együtt körülbelül 600 millió forintba kerül. A Flexilok gyártócsarnoka mellett vagyunk, ahol gőzerővel zajlanak még a munkálatok. Egyébként ez egy 3500 négyzetméteres csarnok, 14 méter belmagasságú, és amikor kész lesz, majd 8000 raklapot tud folyamatosan tárolni, és a működése pedig félautomata módon zajlik majd, ami azt jelenti, hogy humán erőforrást, illetve számítógépes rendszert majd egyaránt igénybe vesznek a tökéletes működéshez. A cég vezetője azt is elmondta, hogy a beruházásnak köszönhetően 2017-ben további 50 alkalmazottat vesznek föl. A vállalatcsoport jelenleg több mint 300 alkalmazottat foglalkoztat, és eddig 5 milliárd forint értékben hajtott végre beruházást. A beszámolóké volt a főszerep a Békéscsabai közgyűlés soron következő ülésén. Emellett tárgyaltak a képviselők a közösségi közlekedés átalakításáról és a Munkácsi negyed fejlesztéséről is. A beszámolókról szólt az áprilisi közgyűlés. Elsőként a Békéscsabai rendőrkapitányság 2016-os összegzője került a grémium elé. A beszámolóhoz Bede Sándor, a Békéscsabai rendőrkapitányság vezetője tett szóbeli kiegészítést. Mint mondta, a korábbi évekhez hasonlóan kiegyensúlyozott évet zártak. Békéscsaba a legkevésbé fertőzött bűncselekményekkel, jegyezte meg a kapitány, aki kiemelte, hogy csak Salgótarján előzi meg a békési megyeszékhelyet. Hozzáfűzte, az elmúlt évek legjobb eredményét produkálták tavaly, életellenes bűncselekmény nem történt, és sok más téren is javultak a mutatók. Megjegyezte azt is, hogy a térfigyelő rendszer nagyban segítette munkájukat, ennek segítségével többször sikerült lefülelni a tolvajokat. Polyák Zsolt, a Békés megyei rendőrfőkapitányság vezetője megköszönte a város támogatását. Mint mondta, objektív adatokkal is alá tudják támasztani a lakosság közbiztonságérzetének növekedését. A megfogalmazott kérések ügyében intézkedni fognak, ugyanakkor megjegyezte. Ha más ülésen is felmerül egy-egy kérdés, kérés, akkor azt azonnal jelezzék, hiszen csak így tudnak intézkedni. A közgyűlés 15 igennel egyhangúan elfogadta a beszámolót. A Békéscsabai hivatásos tűzoltó parancsnokság arról számolt be, hogy a működési területen a tűzesetek száma kismértékben nőtt, de a műszaki mentések száma ugyanakkor csökkent. Nagyot ugrott a téves bejelentések száma, amit javarészt az épületek beépített tűzjelzője generált.
Vicián György tűzoltó alezredes, a Békéscsabai hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltó parancsnoka úgy értékelt, hogy egy átlagos évet zártak. A testület 16 igennel elfogadta a beszámolót. Az előző ülésen került a közgyűlés elé egy közösségi közlekedésről szóló előterjesztés. Akkor arról született döntés, hogy az áprilisi soros ülésen döntenek majd a helyi buszközlekedés lehetséges átalakításáról. Azóta lakossági fórumot is tartottak, ahol kikérték a békéscsabaiak véleményét, a véleményeket, kéréseket pedig összegezték. Dr. Ferenczi Attila elmondta, hogy a pénzügyi bizottság áttárgyalta az előterjesztést, a Jaminai nagy körjárat és a hétvégi menetrend sűrítés plusz 10 millió forint plusz költséget, illetve 24 ezer plusz kilométert jelentene. A grémium jogszerűen írhat ki koncessziós vagy közbeszerzési eljárásban is pályázatot a szolgáltatásra. Szarvas Péter polgármester szerint a koncessziós eljárása gyorsabb. A testület a módosító javaslattal együtt 17 igennel elfogadta a javaslatot. A nyugdíjasok mindennapi problémáiról egyeztettek Békéscsabán a Magyar Szocialista Párt Békés megyei nyugdíjas tagozatának tagjai. A nyugdíjas parlamentet Kóros Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője hívta életre. A kezdeményezés célja, hogy a megyei egyeztetések tapasztalatait egy országos nyugdíjas parlamenti ülésen összegezzék és továbbítsák a kormányzat felé követeléseiket. Dr. Köteles Lajos társadalomkutató és egykori tanár vezetésével indult életminőségvizsgálat a nyugdíjasok körében Békés megyében, melynek összegzése országos érdeklődést váltott ki. A szakember megjegyezte, az eredmények azt tükrözik, hogy katasztrofális helyzet vár a jövő nyugdíjasaira. Tulajdonképpen az a világ, amelyikre ez a nyugdíjrendszer épült, az már véget ért, és az új helyzetben tömegesen lesznek olyanok, akik a minimális nyugdíj elérésére sem igazán várhatnak. A társadalomkutató szerint a Békés-megyei társadalom egyharmados lesz. Egyharmada nincs telen, a második harmada nyomorban él majd, míg a harmadik a mai nyugdíjasok életéhez hasonló színvonalon. Kóros Lajos, MSZP-s országgyűlési képviselő elmondta, Békés-megyében és országosan több probléma is van, amely feszíti az idősek társadalmát. Az egyik, hogy igazságtalannak tartják a nyugdíjak infláció követő technikával történő emelését. Mert egyik oldalról mondjuk 7 éve nem emelkedett egy fillérrel sem az öregségi nyugdíj minimum mértéke 28.500 forint, azt nem kell magyarázni. A másik oldalon megteremtették a lehetőségét annak, hogy több millió forintos nyugdíjak is legyenek Magyarországon. A politikus hozzátette, hogy információi szerint Békés megyében 40%-kal alacsonyabbak a nyugdíjak az országos szinthez képest. A képviselő elmondta, tenni kell azért, hogy a jövőben ne lehessen 50.000 forintnál kevesebb nyugdíjat kapni. Hozzátette, ezt az összeget is alacsonynak tartja. Békés Csaba volt az országjárás 16. állomása. Az országos parlamenti üléseket május 17-én rendezik meg. Békés Csaba is csatlakozott a Lányok Napja elnevezésű kezdeményezéshez. A kampány segítségével a fiatalok betekintést nyerhetnek a műszaki egyetemek, kutatóintézetek és cégek életébe. Az interaktív program célja, hogy segítse a pályaválasztás előtt álló lányokat. Békés Csaba középiskoláiból összesen 12 diák töltötte napját a Csaba Metánál csütörtökön. A Lányok Napja elnevezésű országos programot 6. éve szervezi meg a Nők a Tudományban Egyesület középiskolás diákoknak, melynek célja, hogy informálja a lányokat a műszaki, technológiai, mérnöki és informatikai pálya előnyeiről. Idén Békés Csaba meghatározó vállalata is csatlakozott a programhoz. Ez egy országos felhívás volt, és a honlapon meghirdetett, illetve a Miskolci Egyetemmel való jó kapcsolatunk révén találtunk ide és regisztráltunk, és tesszük lehetővé, hogy minél több lány, illetve potenciális jövőbeni munkavállalónk megismerkedjen a Csaba Metál tevékenységével, illetve a mérnöki munkakörökkel, amiket mi most tudunk nyújtani itt a cégnél. A programon a fiatalok betekintést nyerhettek a cég működésébe, valamint megismerkedhettek azokkal a munkatársakkal, akik női példaként szolgálnak arra, hogy milyen érdekes és izgalmas egy műszaki egyetemen tanulni, vagy egy technológiai cégnél dolgozni. Én örültem, hogy eljöhettem ide, mert tetszett, hogy az üzemet megismerhettük, hogy ki mit dolgozik, meg hogy készülnek a autókba a szerszámok, meg az ilyenek. A vállalatnál a női munkaerő aránya 18-20% között mozog. A programban való részvétellel bíznak abban, hogy a jövőben ez a szám emelkedni fog, még akkor is, ha például mérnöki pozíciót töltenek majd be a nők.
ahogy azt gondoljuk is, a mérnöki munka az inkább a férfiakhoz van beskatujázva, hogy így fogalmazzak, de nagyon úgy látjuk, hogy kénytelenek vagyunk azt a merítést bővíteni, ahonnan a leendő munkavállalóinkat keresünk, hiszen most fejeződik be egy elég nagy beruházásunk, amiben ugye 155 főnek a állományba vételét vállaltuk, és mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy a hölgyekkel kibővítve tudjuk ezt a létszámot biztosítani. A kifejezetten lányoknak szóló nemzetközi programot Európa szerte azonos napon rendezik meg, segítve a pályaválasztás előtt álló fiatalokat a legoptimálisabb döntés meghozásában. Fibrilla címmel nyílt meg Hídvégi Petra kiállítása a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A keramikus egy elképzelt természeti világot hozott létre művein keresztül, és ezt mutatja most be Békés csabai közönségének. A fibrilla az ugye az izom vagy az ideg szálaknak talán a legérzékenyebb, legfinomabb része, eleme. A kiállítás címének jelentéséről beszélt Herceg Tamás, a Csaba Gyöngye igazgatóhelyettese. Hídvégi Petra elmondta, gyermekkorában találkozott először a kerámiával, majd a középiskolában is ezzel foglalkozott. Hozzátette, a műhely munkájának köszönhetően folyamatosan kísérletezik. A tálaton látható alkotások papírrostos anyagból készültek. Ezek tulajdonképpen fiktív természeti terepek. Nagyon érdekel a víz alatti világ, úgyhogy nagyon rossz úszó vagyok. Tehát ez még egy extra. És természetfilmek, képek, könyvek voltak azok, amik segítettek abban, hogy tulajdonképpen ezeket a kitalált természeti motívumokat, állatokat, terepeket létre tudjam hozni. Különlegességnek számít, hogy a darabok között akadt olyan is, amely 7-8 égetéssel készült el. A keramikus arról is beszélt, hogy a munka végén egy aranyréteggel díszítette a tárgyakat. A tárlat június 2-ig látható a Csaba Gyöngye Hungarikum termében. Egy újabb időutazásban lehet része azoknak, akik április 30-án és május 1-én ellátogatnak a Gabona Múzeumban, ahol 4. alkalommal rendezik meg a Békés Csabai vitézi játékokat. A fesztivál célja a középkori hagyományok népszerűsítése és megőrzése a Szent László emlékév kapcsán, mondta el a Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója. A Gabona Múzeum területén mindkét nap folyamatosan középkori hadi bemutatók, színes vásári forgatag, kézműves mesterek bemutatója, trubadur koncert, gyermekjátszóház, ismeretterjesztő előadások, táncházi program és lovaglási lehetőség várja a látogatókat. Újdonság, hogy a bemutatott harci eszközöket ezúttal nem csak megtekinthetik, de ki is próbálhatják majd. A kétnapos fesztivál az elmúlt években több ezer embert mozgatott meg. A szervezők idén is bíznak abban, hogy a térségben egyedülálló gazdag programkínálatnak köszönhetően sokan megismerkedhetnek a történelem egyes mozzanataival a honfoglalástól egészen Mátyás király koráig. Hétfőn sorozatban 4. bajnoki címét nyerte a BRSR női röplabda csapata. Az idényt 3 trófeával záró együttest a Városháza előtt köszöntötték a szurkolók. Az est házigazdája, Oszlács Norbert egyenként szólította a bajnokokat a színpadra. Szara Klement magyar tudását már korábban is megcsillogtatta. Ezúttal a szerb Tanja Matic is magyarul köszöntötte a szurkolókat. Itt vannak a legjobb szurkolók. A lányok felidézték az idény egy-egy emlékezetes mozzanatát. Nagyon tetszik itt város és szurkoló. These 2 years was really amazing. És csodálatos volt ez a 2 év. Mindent megnyertünk, amit meg kellett. Valójában jó munkát végeztünk, és azt hiszem, ez a 2 év életem legjobb 2 éve volt. These last 2 years was maybe the best years in my life. Baran Ádám, a BRS-e elnöke elmondta, szeretne a klub tovább fejlődni. Május első felében sajtótájékoztatón jelentik be a célkitűzéseket és a változásokat. Nem egyszerű ilyen szezon után terveket megfogalmazni, de azt tudom ígérni a szurkolóknak, hogy nem fogjuk majd alábbadni, és a következő években is olyan csapatot fogunk itt összerakni Békés Csabán, hogy még sok alkalommal teljen meg a Szent István tér, és lehessen ünnepelni. A lányok ezúttal sem feledkeztek el a szelfiről, a színpadról készült el a kép az ünneplő szurkolókkal a háttérben. 3, 2, 1!
Köszöntötte a bajnok csapatot a névadó szponzor, Linamar Hungary ZRT gazdasági igazgatója Balogh Zoltán is, aki gratulált az eredményekhez, és hasonló sikereket kíván az együttesnek. Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere azt hangsúlyozta, a nemzetközi sikereknek köszönhetően egyre több helyen megismerik Európában Békés Csaba nevét. Nézik, hogy hol van ez a város, nézik, hogy hogy kell ezt a furcsa nevet kiejteni. Tehát polgármesterként természetesen én is, és más is, aki a helyemben lenne, büszke lenne a csapatra, büszke lenne arra, hogy viszik a város hírnevét országon belülre, országon túlra. A városvezető, Kis Tibor alpolgármester és Bíró Csaba szakbizottsági elnök virággal és ajándékkal köszöntötte a lányokat, majd Szarvas Péter átnyújtotta Sós Nikolett csapatkapitánynak az önkormányzat díszes serlegét. A drukkerek ezután körbevették a lányokat, fotók és aláírások százaival állítottak emléket a történelmi három trófeát hozó szezonnak. Ez volt már a híradó. További híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!